Ez az istálló nem csak új és korszerű, hanem olyan technológiát alkalmaznak benne, ami megoldást jelent az ágazatot sújtó munkaerőhiányra is. A tulajdonos, Szabó Lajos már 25 éve foglalkozik tejtermeléssel. Eleinte csupán egy tucatnyi szarvasmarha alkotta a gazdálkodása alapját, de az évek során fokozatosan fejlesztette a vállalkozását. Tehenészete Mártétól 2 kilométerre egy 15 hektáros majorban működik. 90-es évek végén megvásároltam ezt a marhatelepet, ahol most jelenleg vagyunk, takarék szövetkezeti segítséggel, akkor fejőházat építettem, szabadtartásra átalakítottuk az addigi kötött tartást a TS-től vásárolt marhatelepen. Jelenleg 160 tehenük van, amiből 120-at fejnek. Emellett szántóterületeiken kukoricát, napraforgót és gabonát termesztenek takarmányozásra. Így a kukoricaszilást és a gabonaszenást is előállítják maguknak. A vállalkozás naponta átlagosan 3500 liter tejet szállít az Alföldi Tej Kft.-nek. Jelenleg 37,5 liter az átlagos napi termelés, az egy tejre jutó termelés, az Alföldi Tej Kft. A saját tulajdonunkban lévő Kft. Szállítja el, vagy a fehérvári üzemébe, vagy a debreceni üzemébe. Szabó Lajos folyamatosan törekszik a gazdaság fejlesztésére, és úgy érezte, eljött egy nagyszabású korszerűsítés ideje. Ezért pályázati segítséggel belevágott egy jelentős beruházásba, egy új istálló megépítésébe. 20 évvel ezelőtti fejőház elavult, elhasználódott, az istálló épületek már, a régi istálló épületek már 60 évesek. Ez volt az első fő indoka annak, hogy ezt a beruházást végrehajtottuk. A második legfőbb szempont, hogy itt a mai világban a munkaerő ellátottság és a hatékonyság problémája. Úgy gondolom, hogy ezekkel a robotokkal a hatékonyságot sokkal könnyebben tudjuk véghez vinni, valamint a tenyésztési és tejtermelési szempontokból is a lehető legjobb választás ez volt. Az új könnyű szerkezetes épület alapterülete több mint 6000 négyzetméter. Az új fejőház jelentősen megkönnyíti a mindennapokat. A fejőrobotok nem csak a fejést végzik el, hanem óriási mennyiségű adatot is rögzítenek az állatokról. Így többek között azt is sokkal hamarabb felismerik a tehenészetben, ha valamelyik szarvasmarha megbetegszik. Itt látjuk azt a evési időt, amit a jószágok a jászlón töltenek, aktivitásukat látjuk, az ivarzási készséget, hogy mikor ivarzik, azt is 99%-os pontossággal tudjuk nyomon követni, előre jelzi a számítógép, hogy mikor fog ivarzani, nagyon-nagyon nagy segítség. Az istálló takarítását robotok végzik, amit nagyon gyorsan megszoktak a tehenek. De azért, hogy az állatok még jobban érezzék magukat, masszírozó keféket is felszereltek nekik. Minden, amit a mai korba el lehet követni a tehenek kényelméért, jólétéért, azt lehetőség szerint mindent próbáltunk beépíteni, és abból is a lehető legjobbat. Valamint még meg kell jegyeznem, hogy várjuk a hamarosan egy hónapon belül beüzemelésre kerül az etető robotrendszer is. A beruházás finanszírozásában a 90-es években indult takarékszövetkezeti kapcsolat után a Takarékbank segítségét kérte Szabó Lajos. Előre egyeztetünk, hogy mik az elképzelések, mik a lehetőségek és mik a banki szempontok, aminek meg kell felelni az új beruházásokkal kapcsolatban. Bízom benne, hogy a jövőben is kiválóan együtt fogunk tudni dolgozni. A Takarékbank országos lefedettségű agrárüzletága 2019-ben indult útjára. A pénzintézet Békés Agrár régiójában is fontos szerepet töltenek be a szarvasmarhatartók, akiknek számos kihívással kell megküzdeniük. Most Magyarországon azt lehet mondani, hogy a szarvasmarhatartás egy nagyon eklektikus időszakot él át. Ez jellemző az egész állattenyésztésre, de azért Magyarországnak nagyon nagy hagyománya van a szarvasmarhatartásban. Magyarországon most jelenleg olyan 950 ezer darab jószágot tartanak nyilván. Ez az európai átlagot, európai országokkal lévő átlagot tekintve, ez egy nem túl magas szám, hiszen vannak olyan országok, mint például Németország, ahol az egyedszám meghaladja a 10 milliót, vagy épp Franciaországban, ami vezet a 17 milliós darab számot. Mi nálunk az utóbbi években viszont azt lehet mondani, hogy az Európai Unióhoz képest egy fordított tendencia van, ugyanis az Unióban az állatlétszám darabszám lefele,
tendál, nálunk pedig szépen aprólékosan növekszik az állatállomány. Ez köszönhető a klasszikus tejtermelés mellett a kettős hasznosítású vagy a húshasznú szarvasmarha tartásnak az előretörésével. Hazánkban a tejelő ágazatban számos nehézséggel kell megküzdeniük a gazdálkodóknak nap mint nap. Azért ez egy nagyon nehéz munka, amit 0-24 órába kell végezni. A képzett és megfelelő munkaerő megtalálása nagy kihívás jelent a számukra, de emellett ami bejön az állatjóléti előírások, a hatékonyságnak a javítása, valamint az állandó költségeknek a növekedése, ez különösen 2021-ben drasztikusan meg fogja emelni a termelési költségeket, gondolok itt az energiára, a takarmányozásra és a gyógyszerekre. A Takarékbank örömmel állt Szabó Lajos mellé, amikor a gazdálkodó felvázolta a beruházási elképzeléseit a pénzintézet szakembereinek. Amikor 3-4 évvel ezelőtt megkeresett minket azzal, hogy készítsünk elő közösen egy pályázatot, segítsünk neki szakmai tanácsokkal, hogy merre induljon el, őnek azért volt egy nagyon határozott elképzelése, hiszen egy régi motorosról, egy kiváló szakemberről beszélünk, hogy ő mindenféleképpen a robotizálás felé szeretett volna elmenni. Megvizsgáltuk közösen ennek a hatékonyságbeli előnyeit, valamint a működésbe rejlő kockázatokat, és azt láttuk, hogy valószínűleg igaza van a Lajosnak, és tényleg ebbe kell menni. VP-s támogatást nyújtott be, tehát a vidékfejlesztési program keretében visszanemtérítendő támogatásra is jogosult volt a telep. Ennek az összberuházási értéke meghaladja bőven az 1 milliárd forintot, amelyhez a Takarékszövetkezetünk támogatás előfinanszírozó hitellel és beruházási hitellel állt a partner rendelkezésére, és ugye időközben a Takarékbank átvette a agrárüzletágon keresztül ezt a portfóliót, és mi kitartottunk ezen szakmai hitvallás mellett, amit elébünk tárt a partner, hogy a hatékonyság és a működésbiztonság kiszámíthatóságot ez jelenti, amelyen úton ő van. Szabó Lajos a jövőt is a Takarékbank bevonásával tervezi. A gazdálkodó a következő hónapokban jelentősen bővíti majd az állományát. Ennek finanszírozásához is a pénzintézet segítségét kérte a gazdálkodó. Én hiszem, hogy egy kölcsönszerződés nem egy kötelezettségvállalás jelent, hanem egy stratégiai partneri együttműködést. Ezt minden nap forintra is váltjuk. Most jelenleg az utolsó simításokat végzik a telepen. A januárba érkezik a további 300-350 darab jószág, föl lesz töltve, és utána bizony a telep többi részénél is a hatékonyságnövelés tekintetében átadásra kerülnek a napelemparkok, valamint az üszőállásokat és a borjúállásokat is modernizálni fogja az ügyfél.